kerámia és valami más. Botos Péter, Zalavári József, Lantos Ferenc, hogy csak pár nevet említsünk a nemrég nyílt pécsi galéria a Zsdrál Design and Art művészei közül. A fő profil a kerámia, a koncepció pécsi kötődésű művészek bemutatása. A tulajdonossal többek között a 20. századi szecessziós kerámiától a kortársig vezető útjáról, művészekről, és arról beszélgettünk, hogyan menekült meg egy reprezentatív galéria tér attól, hogy kínai bolttá váljon. Ugye a mi karrierünk az sok pécsi kereskedőhöz hasonlóan Zsolnaival indult. Az első években szecessziós kerámia gyűjteményeket építettünk. Nagyon büszke is vagyok erre, mert nagyon-nagyon szép gyűjteményeket felépítettünk az évek során. Nem csak belföldön, hanem külföldön is. Viszont az utóbbi években azt éreztük, hogy valami hiányzik, valami újat szeretnénk, és nem elég itt már ki minket az, hogy ennyire csak a Zsolnaira és csak erre a századfordulós korszakra vagyunk igazából ráállva. És hát jó lokálpatriótákhoz híven úgy döntöttünk, hogy megnyitjuk a galériánkat. Mondjuk ennek azért van előtörténete, mert sétálgattam a feleségemben itt a Király utcában, korábban ugye itt a helyünkön valamikor a képcsarnok működött. És elsétáltunk itt, és akkor látunk itt egy Dunahouse-os hirdetést, hogy gyakorlatilag kiadó az üzlet. Nagyon meg is lepődtünk, mert azt megelőzően még pár hónappal a képcsarnok működött. Kíváncsiságból fölhívtam az illetékest, és elmondta, hogy igen, kiadó az üzlet, de hát már nem sokáig, mert egy budapesti kínai illető már úton is van, ugyanis itt kínai üzletet szerettek volna nyitni. Na hát, és ezen teljesen kiakadtunk, gyakorlatilag nem aludtunk rá egy estét sem, mondtam a kishölgynek, hogy én még a mai napon visszaszólok, ittunk rá egy kávét, meg ebédeltünk rá egyet a feleségemmel, és akkor én visszaszóltam a hölgynek, hogy telefonáljon a kínai illetőnek, hogy legyen szíves, forduljon vissza, mert mi mindenféleképpen szeretnénk ezt az üzletet kivenni. Akkor még nem tudtam, hogy galéria lesz belőle, de úgy voltam vele, hogy kínai üzlet biztos, hogy nem lesz. Ha más nem, akkor nekem lesz itt egy nagyon drága raktárhelyiségem, de kínai üzlet nem, egyszerűen a Király utcában nem lett. Egyébként is most az elmúlt 3-4 évben kezd magához térni a Király utca. Engem ez nagyon elszomorított volna, ha ide kínai üzletet nyitnak. Na minden esetre a miénk lett a helyiség, és akkor hát azért mégiscsak műtárgyakkal foglalkozunk, azon belül is kerámiákkal, azon belül is szecesszióval, egyébként innen a kerámiának a szeretete. És akkor úgy voltunk vele, hogy megnyitjuk a galériánkat, ugyanis én korábban teljesen egyedül dolgoztam, ezeket a gyűjteményeket egyedül építettem, az ügyfeleimmel teljesen egyedül személyes kontaktuson keresztül tartottam a kapcsolatot. Úgy voltam vele, hogy igazából itt van az ideje annak, hogy egy saját galéria álljon gyakorlatilag mögöttem. És így indult az egész. Akkor gondolkoztunk azon, hogy hát ezt a közel 300 négyzetmétert ezt valami minőségi tartalommal kéne megtölteni, és hogy mi legyen. De nem kell sokáig gondolkoznunk, ugye, mert hát mind a kettőnk, most a feleségemről beszélek, mind a kettőnk gyorsan kapcsolta, tehát igazából mi Pécset élünk, a kultúrának gyakorlatilag a fővárosában, és ugye művészetileg ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős város, és hát akkor legyen az a koncepció, hogy igazából pécsi, illetve Pécshez köthető művészekkel kezdjünk el együtt dolgozni. Nézzünk egy kicsit körül, hogy mi újság itt a pécsi műtárgypiacon. Igazából nem kellett sokáig kutatni. A művészek, akik nap mint nap egyébként a mai napig bejárkálnak hozzám, az ő kiéhezettségükön éreztük azt, hogy ránk itt mennyire, de mennyire szükség van. Tehát korábban igazából nem volt lehetőségük arra, hogy Magyarország, nem csak Pécsen egyébként, hogy Magyarországon egy galéria képviselje őket. Szóval ez félelmetes. Igazából az ő lelkesedésük, meg az örömük, meg annyian támogatnak minket. Mielőtt megnyitottuk volna a galériát, már azelőtt egy jó héttel én a felújítás után leszettem a
mert el voltak takarva az üvegek, tehát nagyjából be lehetett látni, hogy mi lesz a koncepció, meg mi lesz a dizájn, és már a megnyitás előtti héten özönlöttek be a művészek. Szerintem a pécsi művészközösség képviselői azok mind szorítanak értünk, meg az is, hogy hát azért azt tudni kell, ugye nekünk a fő profilunk az mindig is a kerámia marad. Nekem korábbról már Füzesi Zsuzsával, illetve Babos Pálmával már egy jó kapcsolatom volt. A nálunk felsorakoztatott kerámia művészek azok túlzás nélkül állíthatom, hogy Magyarország vezető keramikusai közé tartoznak. Ez volt az első, amire építettük a koncepciónkat, hogy mutassuk meg Magyarországnak, Európának, hogy milyen művészek élnek itt Pécset. A Pécset egyedülálló kezdeményezés most már sok érdeklődőt vonz, persze mi is kíváncsian várjuk a folytatást. A galéria jövőbeli tervei között szerepel, hogy tovább bővítik a velük dolgozó alkotók körét, és hogy időszakos eseményekkel népszerűsítik tovább a kortárs művészetet.